Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Elnökasszony Szili Katalin, a miniszterelnök tanácsadója. Kezicsókolom, szép jó reggelt kívánok. Az elnökasszony szó az önnek kijár, mert valaki, ha már egyszer a háza elnöke volt, akkor mindig elnökasszony marad, és mély nyomokat hagyott minden tárgyaló partnerében, úgyhogy ha például indulna egy európai választásokon, akkor tuti, hogy bejutna. Hát én ebben vagyok biztos, mert az embernek azért tudnia kell, hogy milyen hosszú időszak, amit a politika sűrűjébe tölthet. Hát én most elsősorban nemzetpolitikával fenntartható fejlődéssel foglalkozom. Amikor a házelnök volt, akkor is ugyanezzel foglalkozott, pedig a pártja ezért nagyon nem lelkesedett. Hát nem lelkesedett. Talán ezért is buktatták meg önt. Hát lehetséges. Kicsit úgy... Egyébként úgy kilógtam a sorból, az biztos, tehát egy elég légüres térbe kerültem, főleg akkor, amikor ezzel a nemzetpolitikával még közelebbről foglalkoztam. De amikor kiderült, hogy imádkozni is tud az örökkévalóhoz, és hogy templomba is jár. Igen, ezért aztán... érdekes egyébként, hogy most főleg a keresztény és kereszténydemokrata orientációmat kétségbe vonják, meg hát főleg az is, hogy 13-14 év után még mindig engem tartanak a bűnösnek a például a szocik lejtmenetért, vagy hát azt érdekes módon nézem, meg elég nagy kritikával, hogy a DK magáról azt állítja, hogy egy szociáldemokrata párt. Szóval itt már azért minden lehetséges, ahogy látom. Ideológiák azok igazából nem fontosak. És nagyon is egyetértek az előbb dr. Nagy Attila Tibor elemző úrral, amit például a szocialista pártról mondott, mert nagyon nehéz helyzetbe kerültek, és nagyon nehéz helyzetbe hozták magukat. Volt azért a szocialista párt életében is olyan időpillanat és kegyelmi időszak, amikor a szociáldemokrata irány nem csak a szavakba tehette volna, hanem ez tényleg a magatartásába is. Ezzel nyilvánvaló azzal kellett volna kezdeni, hogy a tőke logikán történő politikával egyszerűen felhagy. És hát mondjuk a pártból is elsősorban azokat hozza a párt arcaként elő, akik igazából tényleg ezt a szociáldemokrata vonalat képviselik. Most nagyon nehéz a helyzetük. Én sajnálom... Remélem azért nem fog most sírva fakadni. Én nem fogok, az biztos. Én 2010-ben tettem egy lépést, 14 évvel ezelőtt, ami már majdnem ugyanannyi időszak, mint amennyit a pártok politikusaként töltöttem. Én csak sajnálni tudom egyébként ezt a folyamatot, viszont kiénekelték a sajtot a szájukból, ezt azért tudomásul kell venni. Na de mi a véleménye arról, aztán mindjárt Galantára repülünk, illetve nekem úgy tűnik, hogy ön a történelmi Magyarország területén bárhol azért még egy pár széket megszerezne, indulna bármilyen választásokon. Mivel magyarázza, hogy a volt pártjának a pártelnökei, azok még mindig a víz felett vannak, és mint elemzők mindig napra készen vannak. Ez akár Mesterházy Attila, akár Lendvai Ildikó, vagy akár az ISZOM mozgalom vezetője, tehát ezek mind egyéniségek. Főszerkesztő, az a helyzet, hogy egyet nem tett meg 14 év alatt, vagy mondhatnám most már 15 év alatt a párt, amit százszor elmondtunk, de mai napig nem tette meg, hogy szembenézzen bizonyos múltbéli dolgokkal, és próbálja meg azt egy elemzés után nyilvánvalóvá tenni a választók előtt is, hogy hova sorolja be magát, mit szeretne, és főleg az, ami itt elhangzott, a tartalmi politizálás. Tehát nem arról szólni örökké, hogy ki kivel fog össze, ki kivel nem fog össze, hanem egyszerűen arról, hogy a karaktere meglegyen a politikai pártnak, és ez igazából a többire is igaz. Azért az elég sajátságos, és azzal is szembe kéne nézni, hogy tulajdonképpen hány politikai vezető, tehát a párt vezető hagyta ott a szocialista pártot, és csinált egy új pártot. És vagy akár másodvezetők, alelnökök, mint de érdekes, érdekes mód, a számukra nem probléma, azt egy teljesen természetes dolognak tartják. De én, amikor 2010. június 7-én a kongresszuson fölálltam, és azt mondtam, hogy döntsük el, hogy szociáldemokrata párt leszünk, vagy egy liberális párt, mert nyilvánvaló, az szerint kellene a politikánkat is megfogalmazni. Akkor igazából ott mindenki fogta a fejét, hogy ez miért fontos,
Én azt hiszem, hogy elment a hajó a szocialista párt tekintetében, és tulajdonképpen már igazából mindegy, hogy mit mondanak, mit csinálnak, ugyanazt a tortát próbálják megszeletelgetni, és ahogy elhangzott, minél több párt van, ez annál nehezebb lesz, minél több párt próbálja ugyanazt a mantrát fogalmazni. Szerintem ehhez sokkal nagyobb tükör és szembenézés kellene, azt meg sajátságosan tekintem, én nagyon tisztelem Lendva Ildikó asszony, de hát azért neki is szembe kéne azzal nézni, hogy milyen közreműködése volt abban, hogy ez a párt idáig jutott, és még mindig úgy mondja meg ebben a tutit, szóval pestiesen szólva. De viszont napra kész abban, hát, hogy mi történik ebben az országban bármely politikai Hát meg nem csak abban, hanem tehát az a baj, hogy... Amit tud azért, azt nem lehet elvenni. Nem, én azt mondom, hogy egy nagyon okos asszony egyébként, csak az a baj, hogy mondom, egyetlen egy dolgot elmulasztottak, elfelejtettek, szembenézés a pártnak egy komoly karaktert adni, amit a többség ebben szeretne. Sajnos mindig futottak valamilyen vonat után, most megint futtak egy vonat után. Azt nagyon jól lehet látni, hogy DK nagyon csöndben van, nekik ma nem érdekük az, hogy bárkivel összefogjanak, és én meg is értem tulajdonképpen azt, hogy ők most próbálják azt az irányt megkeresni, amire egyébként a szocialista párt lett volna hivatott, ha erre lettek volna elhivatott vezetői, és nem mindig a liberális, neoliberális szekér után Legyünk egy pillanatra bulvárok, ha például találkozik a DK vezetőivel, ők változatlanul előre köszönnek önnek? Nem találkozom velük. Véletlenül? Hát szoktunk, persze, hát ez nem erről szól. Szerintem ők nagyon okosan találták meg a maguk politikai mondandóját, ezt a szocialista párt elmulasztotta. Én csak azon mosolygok, hogy tulajdonképpen, mondom, hangsúlyozom még egyszer, ugyanazon a tortán osztozkodnak, és semmiféle elemzés, vagy egyáltalán az, hogy egy koherens jövőképet adjanak a társadalom, sőt azt mondom a nemzetnek, az igazából azt mindegyik politikai erő az a túloldalon Nemzet és jövőkép Galantáról most jött haza. Igen, Galantán voltam tegnap este, illetőleg délután, és a Csemadok, amelyik most lesz egyébként március 9-én, ha emlékeim nem csalnak, 75 éves, minden évben megrendezi a Magyar Kultúra Napját, ahova Szlovákia valamennyi magyar nemzetiségű, magyar nemzeti kisebbséghez tartozó Csemadok tagja, szimpatizánsa, pártolója vesz részt. Ott volt egyébként az összes vezető, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy Forró Krisztián köztársasági elnök jelölt is, hiszen március végén ő lesz Szlovákiában a magyarság részéről támogatott köztársasági elnök jelölt, de ott volt Bárdos Gyula elnök úr, és nagyon büszke vagyok arra, hogy tegnap Fábri Zoltán díjat kaptam. Ugye a Stószi remete volt Fábri Zoltán, aki számára a Vox Humana az mindig is és mindennél fontosabb volt. Én büszke vagyok arra, hogy ezt a díjat átvertem, hiszen mindig büszkeséggel tölt el, úgy, ahogy Brassóba kaptam a Zajzoni Rab István díjat, de mondhatnám a Székely Nemzeti Tanács díját is, amit én a helyi közösségektől kapok. Úgyhogy ilyen értelemben azt kell, hogy mondjam, főszerkesztő úr, hogy neked teljesen mindegy, hogy mit mondanak DK, szocialista párt vagy bárki. Számomra az a fontos, hogy a Kárpát-medencébe, de mondhatom azt, hogy a diaszporába is, bárhova megyek, szívesen fogadnak, tiszteljük egymást, dolgozunk együtt, és én azt gondolom, hogy az a fontos, hogy ma az ember mit tesz a nemzetéért, és nem az, hogy milyen mantrát nyom mondjuk a pártpolitikai Ön azon politikusok közé tartozik, aki házelnök korában nagyon alaposan tanulmányozta Izrael és a diaszpora kapcsolatait, és érdekes módon a mai küldetésében, minthogyha majdnem egy az egyben meg lenne győződve arról, hogy a diaszporára ugyanolyan szükség van, mint az anyaországra, vice versa. Azt én még önnek is köszönhetem, főszerkesztő, kedves Péter, hogy annak idején nekem olyan kapcsolatokat teremtett, ha visszaemlékszünk Rivlin elnök úrtól kezdve a Zsidó Világszövetség. Nem akartam a nézőkkel megosztani, hogy hát voltam figyelj, az ön tanácsadója. Így van, hogy akikkel, és én mindig is nagy figyelmet fordítottam arra, és emlékszik arra, amikor a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumát létrehoztuk,
Utána számtalan alkalommal foglalkoztunk azzal, és a Zsidó Világszövetségnek, illetőleg a tanácsnak a működését, hiszen én azt gondolom, hogy az, ahogy ők egyébként összefogják a világ zsidóságát, az egy nagyon jó példa arra, hogy például mi is, és ebben az irányban mutat az, ami a Magyar Állandó Értekezet, a Diaszpora Tanács létrehozását jelentette, ez tulajdonképpen ennek az eredménye is volt, hiszen, és itt azt kell, hogy mondjam, hogy talán ebben a legpéldaértékűbb a globális világban az az összefogás, amit egyébként a zsidó közösség, a zsidó nép tesz. Az elmúlt negyed órában Szili Katalint, a volt házelnököt, a miniszterelnök Orbán Viktor főtanácsadóját látták és hallották, és bízunk benne, hogy Magyarországon is végre mindenki megérti, hogy Magyarországnak ugyanolyan szüksége van a diaszpórára, mint a diaszpórának a nemzetállamra. Tartsanak velünk! Köszönöm a lehetőséget! Mielőtt.